Készült Szarvasváros önkormányzata és a Magyarországi Evangélikus Egyház konzorciuma megbízásából a Széchenyi 2020 támogatásával. A gázok hőmérséklete és nyomása közötti összefüggést fogjuk látványosan bemutatni. A kísérletünkben egy lombikba kevés vizet töltünk, majd ezt bunzenégővel forrásig hevítjük. Mikor elkezd forni a víz a bunzenégőben, akkor a forrásba jövő víz felett a vízgőz kiszorítja a lombikból a levegőt. Forrósított palackot a tűzről levéve dugaszoljuk be egy gumidugóval, amelyből egy üvegcső áll ki, és a palackot fordítsuk egy festett vízzel telt kárra. Szökőkút remekül működött. A kísérlet magyarázata, hogy a felforrósított palackban lévő forró vízgőz a palack hirtelen lehűlésekor nyomása lecsökkent, és ezért a palackban a nyomás sokkal kisebb lett, mint a külső légnyomás, és a külső nagyobb légnyomás a palackba préselte szökőkútszerűen a színes vizet. Készült Szarvasváros önkormányzata és a Magyarországi Evangélikus Egyház konzorciuma megbízásából a Széchenyi 2020 támogatásával. Köszönjük a Magyar Állam és az Európai Unió támogatását!